Láttuk a célban, hogy elérzékenyültél. Mit jelent neked az, hogy itt Magyarországon, magyar közönség előtt versenyezhettél? Köszönöm szépen! Ezt szavakkal nem lehet leírni szerintem, hogy lassan 44 évesen itt vagyok egy világversenyen. Két kisgyermekkel a hátam mögött, vagy két kisgyermekkel mellettem. Csodálatos érzés, és szerintem ez csak az érzi, aki a bőrömben van egy kicsit, vagy körülöttem van. Borzasztó jó volt hallani a sok szurkolást, borzasztó jó volt Magyarországon futni, és nagyon-nagyon hálás vagyok az edzőmnek, Áldi Zolinak, a családtagjaimnak, hogy segítettek, hogy támogattak, hogy itt lehetek ma. Köszönöm szépen! Látjuk, hogy tényleg nagyon sokat jelent neked ez, akkor egyértelműen ez pályafutásod eddigi legnagyobb pillanata. Abszolút, ezt nehéz lesz überelni, szerintem nem is lehet. Annál jobbat, hogy valaki hazai közönség előtt egy világbajnokságon életében először válogatott lehet, ezt szerintem nehéz felülmúlni. Nekem ez volt egyszer egy álmom, hogy egyszer válogatott legyek. Az, hogy ezt Magyarországon tehetem meg, ez pedig a plusz, azt hiszem, az álomba. Gratulálunk még egyszer, és köszönjük szépen, jó pihenést kívánunk!